Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Jelentős személyi változások történtek az év elején a megyei rendőrfőkapitányságon, illetve a városi kapitányságok élén. Az átszervezés érintette a Bonyhádi kapitányságot is, ahol Marcsák Sándort Bíró Attila alezredes, a megyei főkapitányság eddigi közrendvédelmi osztályának vezetője váltotta a szervezet élén. Bíró Attila, Bonyhádúj rendőrkapitánya középiskolás korában meghozta a döntést arról, egyenruhát visel majd, hivatása és hivatala elvégzése során. Közrendvédelmi szakon diplomázott, bár tanulmányi eredményei alapján bármilyen irányba elindulhatott volna. Az élet azonban közbeszólt. Elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, és rendőrhadnagyként Tamási rendőrkapitányságon kezdtem dolgozni. Először beosztott bűnügyi vizsgálóként. Nem úsztam meg a bűnügyet, viszont annyit hozzá kell tegyek, hogy rendkívül jó döntés volt az akkori kapitányság vezetőmtől, akivel amúgy 20 éven keresztül, bő 20 éven keresztül közvetve vagy közvetlenül dolgoztunk együtt. Nagyon-nagyon sok tapasztalatot szedtem össze vizsgálóként. Mai napig azt vallom, hogy ha valaki a bűnügyi szolgálati ágnál elkezd dolgozni, akkor vizsgálónak mindenképpen lennie kell. Hogyha egyenruhás területen dolgozik, akkor mindenképpen egy járőri, balesethelyszínelői, körzeti megbízotti óriási előnyt jelent a későbbi munkája során. Időközben én a jogi egyetemre beiratkoztam, még a Tamási rendőrkapitányságon dolgozóként, vizsgálóból közrendvédelmi alosztályvezetővé léptem elő, és közben másoddiplomaként rendőrtiszti elvégzését követően le volt egy ilyen lehetőség a Pécsi Jogtudományi Egyetemen, hogy jogi hallgatók lehettünk másoddiplomásként levelezőn, és én ezt elvégeztem, ezt a jogi egyetemet közben, munka mellett. Nem kis feladat volt, de hál' Istennek sikeresen abszolváltuk. Majd 2005-ben jött az a lehetőség, hogy az akkori kapitányság vezetőm, a megyei rendőrfőkapitányság rendész, akkor közbiztonsági igazgatója lehetett, akkori nevén, és felkért engem, hogy menjek én is a főkapitányságra dolgozni, forgalomellenőrző alosztályvezetőként, szintén az egyenruhás területen maradva, de egy kicsit belekóstolva a közlekedés rendészetnek a világába. Közrendesként kezdtem, közlekedést vittem 2,5 évig, majd utána az ügyelet is a közrendvédelemmel együtt. És ez tartott egészen 2013-ig, amikor is megszületett a tevékenységirányítási központ országosan, ugye ahova a segélyhívásokat kapcsolják, és ennek a megszületése után az ügyelet, mint önálló osztály megszűnt, és létrejött a tevékenységirányítási központ. És én továbbiakban csak a szintisztán a közrendvédelmi szolgálati ág megyei szakirányító osztályának a vezetője voltam. Később a rendőrség alapszintű vezetőképzésében is részt vett. 2019. decemberében érkezett a felkérés, vállalja el a Bonyhádi kapitányság irányítását. De mindenképpen úgy éreztem, hogy ez egy rendkívül komoly és megtisztelő felkérés. Vártam, amit végül is kaptam, egy rendkívül jó működő, precíz kapitányságot. Ugye Marcsek Sándor ezredes úr, aki Szekszárdváros rendőrkapitánya lett az elődöm, nem hiába lett megyeszékhelyi rendőrkapitány. Egy nagyon jól vezetett rendőrkapitányságot kaptam, és úgy érzem, hogy minden porcikájában jól működött ez a kapitányság, ezért én nagyon sok dolgot átvettem, és nagyon-nagyon kis minimális apróságokban változtattam, vagy vannak folyamatban változások. Nyilván az új vezető személyéhez alakul a dolog, de nagy vonalakban azt gondolom, hogy egy jó működő kapitányságot kaptam. Minden kapitányság irányítása nagyon komoly kihívás, mondta Bíró Attila. A járás 25 településének közrendiért és közbiztonságáért felelek, ami nagy feladat. Az egyik kolléganőm egyszer azt mondta nekem, hogy emlékszik rá, amikor először találkoztunk, azt mondtam neki, hogy az az álmom, hogy egyszer rendőrkapitányság vezető lehessek. Bár jól működik a jelzőrendszer Bonyhádon, együttműködnek a különböző hatóságok, oktatási intézmények a gyermekjóléti központtal, és jelzik, ha bántalmazás vagy éppen elhanyagolás jeleit látják egy-egy gyermeken, de a házi orvosok és az óvónők még mindig nem vesznek részt aktívan ebben a folyamatban a szakemberek szerint. Azt mondják, ennek az lehet az oka, hogy félnek a következményektől.
Csökkent a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények száma a Bonyhádi rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben, míg a hatóságnak 2018-ban 105, addig tavaly 23 esetben kellett intézkednie és két alkalommal kellett ideiglenes távoltartást elrendelnie. Továbbra is jellemző, hogy a hozzátartozók közötti erőszak ugyanazoknál a családoknál, ugyanazokban a kapcsolatokban fordul elő, ahol a korábbi években is rendszeresen rendőri intézkedésre került sor. A rendőrség minden esetet jelzett a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központnak, mint ahogy a településen működő iskolák is folyamatosan jelzik a szakembereknek, hogy nő az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma, és emiatt néhány gyereknek évet is kellett ismételnie. Szabó Bélánél Széchenyi István általános iskola intézményvezető helyettese elmondta, ezek a gyerekek nem azért buknak meg, mert nem jók a képességeik, hanem azért, mert sokat hiányoznak, ami a család felelőssége. Solymosi Anita, a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője elmondta, bár jó Bonyhádon a jelzőrendszer, együtt működnek velük az iskolák, a védőnői szolgálat, a rendőrség, ám az óvodákból és a gyerekorvosi rendelőkből szinte semmilyen információ nem érkezik hozzájuk a problémásabb gyerekekről, családokról. Pedig ők látják elsőként az elhanyagolás, vagy éppen a bántalmazás jeleit. Ez nagyon ritkán fordul elő, hála Istennek ez a példa. Volt már ilyenünk, előfordult, de ez nagyon kevés. De beszélhetünk erről is akár, tehát ilyen is előfordulhat, de egy alultápláltság is azért sok mindent mutathat, én azt gondolom például. Solymosi Anita szerint a vezetőtől vagy a szülőktől való félelem lehet az oka annak, hogy az egészségügyi intézményektől kevés jelzés érkezik hozzájuk. Átlagban jónak mondható az együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal. Nyilván ez azt jelenti, hogy van, akivel kiemelkedően jól működik, és van, akivel kevésbé jól. Azon vagyunk mi a gyermekjóléti központ részéről és szolgált részéről, hogy ezeket megoldjuk, ezeket a problémákat, az együttműködést elősegítsük, ezért várunk javaslatokat is a jelzőrendszeri tagoktól arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt az együttműködést még jobbá tenni, és mindez természetesen a gondozott gyermekek érdekében. A jelzések száma igen, azért az egy picit mást mutat. Viszont a közoktatási intézményben megjelenő óvodai, iskolai, szociális segítők nagy mértékben segítik, elősegítik azt, hogy a problémákról mi is tudomást szerezzünk, illetve közvetítenek igazából a két intézmény között, és így az ő segítségükkel is hozzájutunk, és információt kapunk egy-egy problémás gyermekről, családról. Ami még problémásabb terület a jelzőrendszer részéről, azok az egészségügyi szolgáltatók, és itt most nem a védőnőre gondolok, mert a védőnők maximálisan teszik a kötelességüket, és maximálisan jeleznek felénk. Itt inkább a házi orvosi rendszer az, ami kicsit gyengébben működik, én azt gondolom a jelzések tekintetében. Ha a jelzőrendszer tagjai időben jelzik a problémát, például azt, hogy elhanyagolják a gyereket, baj van a családban, megelőzhetőek a nagyobb tragédiák. Minél előbbi életkorban és a probléma megjelenésekor már kapunk információt, kapunk jelzést a probléma jellegéről, súlyosságáról, akkor sokkal hamarabb tudunk intézkedni, sokkal hatékonyabban tudunk intézkedni, mint amikor már kialakul egy súlyosabb probléma. Sokkal kevesebb feladata vagy erőfeszítéseket kell tennie a családnak is, és nekünk is ahhoz, hogy az egészet ismét jól működővé tudjuk tenni. Amikor már súlyosabb problémák alakulnak ki, akkor sokkal több szakembert kell bevonni a családok gondozásába, ami azért megterhelő a családoknak is, és időben megnyújtja a folyamatot. És a gyermek érdeke az, ami mindenek felette áll. A gyerek érdekében, a gyermekek érdekében kell nekünk intézkedni, hogy ne legyen még komolyabb probléma. A Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz egyébként 2018-ban 129, 2019-ben 84 jelzés érkezett. Ezek közül a legtöbb, mint egy 33 jelzés iskolákból érkezett igazolt vagy éppen igazolatlan hiányzás miatt.
Bonyhádon is megemlékeztek a kommunista diktatúrák áldozataira. A magyar kormány 20 éve döntött úgy, hogy február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. Az országzászlónál található emlékmű megkoszorúzása után a helyi művelődési központban Bajer Zsolt tartott előadást. A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Albert Camus, francia, Nobel-díjas írót idézte beszédében Tóth Bence történész Bonyhádon a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az író úgy tekintett a magyar nemzetre, mint aki példát mutathat a többi Európai Uniós országnak a szabadság kivívásában. A magyar kormány 20 évvel ezelőtt nyilvánította február 25-ét emléknappá. A független Kisgazda párt főtitkárát Kovács Bélát 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a kommunistákkal szembeni kiállása miatt, és vitték a Szovjetunióba. Itt 8 évet töltött fogságban. Ezért ez a nap 2000 óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Bonyhádon, az országzászlónál Tóth Bence, történelemtanár, beszédében hangsúlyozta, hogy napjainkban is fontos a kiállás az értékek mellett, hogy a múlt borzalmai még egyszer ne fordulhassanak elő. Már csak azért is, mert Európában, főleg a nyugati országokban vannak magukat kommunistának valló, hatalommal bíró pártok. A posztkommunizmus az természetesen van, ugye, hát reményeink szerint nálunk kevésbé, de igen, ugye azért a világon még elég sok olyan ország van, ahol ez a mindennapokban gyakorlatilag az emberekkel együtt él, akár gondolunk a jelenleg is diktatórikus rendszerekre, akár pedig ugye a nyugati demokráciákra, ahol akik ugye nem élték át azt, amit ugye mi, illetve ugye a szüleink, nagyszüleink átéltek itt Magyarországon. Ugye éppen ezért számukra a kommunizmus egyfajta szép ideológia, ugye magát azt, hogy az életre milyen hatást gyakorol, azt viszont nem ismerik. Ugye éppen ezért is kell nekünk erre is fölhívni a figyelmüket a nyugatiaknak is, illetve természetesen ugye a fiatalabb generációknak is, hogy ezt megismerjék, és hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő. Miből meríthetünk erőt? Egyértelműen ugye az akkori emberek tartásából, az, hogy ilyen körülmények között is próbálták azért megélni a hitüket, a nemzetszeretetüket, minden módon a felé igyekeztek. Természetesen ugye voltak itt is kivételek, akik, hogy ugye a szabadságot ismét elhozzák a nemzetnek, és ugyanez egy jó 40 éves küzdelem volt, de ennek ellenére végül is sikeres lett, és ez az, ami erőt adhat. Ezt követően koszorúkat helyeztek el az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői az emlékmű előtt. A rendezvény a szózat eléneklésével zárult. A nap hátralévő részében a Kolónia Alapítvány által szervezett terítéken közéleti beszélgetések, programsorozat folytatására került sor a helyi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A meghívott vendég Bajer Zsolt, író, publicista volt. Próbálkozom néha, hogy elmondjam a gyerekeimnek, hogy mi is volt az a kommunizmus. Nagyon nehéz, mert nem értik. Tehát mikor megpróbálom elmagyarázni, hogy kisfiam, képzeld el, apuka úgy nőtt fel, hogy volt két útlevél. Volt a piros, meg volt a kék. A pirossal lehetett menni a testvéri szocialista országokba, kivéve Jugoszláviát, mert azt nem lehetett nagyon pontosan eldönteni, hogy hova tartozik. A kékkel meg lehetett menni három évenként nyugatra. De két útlevelet az ember úgy kapott, hogy beadta a kérvényt, ha még emlékeznek, még a házmesterre, vagy a háztömb bizalmival is alá kellett iratni, hogy ő támogatja, hogy én kapjak két útlevelet. Azt vagy kaptunk, vagy nem, és kaptunk, akkor egyrészt sikültozott az egész család, akkor fölvehettük a 30 dollárt, ha jól emlékszem, a keretet. Felidézte a kommunizmus áldozataira emlékezve a letűnt korszakot, de kitért Magyarország és az Európai Unió kapcsolatára is. Az Európai Unió egészére nyilván, hogy nagyon súlyos és komoly hatással van a Brexit. Hogy ezen belül közvetlenül van-e hatása a magyar és az uniós viszonyra, azt nem hiszem.
Ránk annyiban van hatással, amennyiben az egész Unióra. Az angolok kiválása nyilván, hogy rosszat tett az Uniónak minden szempontból. Ugye ilyenkor érdek elsősorban a gazdasági szempontokat említeni. Mégiscsak az Unió egyik legnagyobb gazdasága, mégiscsak az Unió egyik legerősebb hadereje hagyta ott az Európai Uniót, ami mindenképpen azt jelenti, hogy maga az Unió meggyengült. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon is egyre nagyobb azoknak a tábora, akik legalábbis elgondolkodnak azon, hogy az uniós tagságunk, ilyen csúnyán fejezzem ki magam, mennyit hoz a konyhára és mennyit visz. És most nem pusztán anyagi értelemben, hiszen mi még per pillanat az unió nettó haszonélvezői vagyunk, és nem nettó befizetői, bár azért ezt lehetne árnyalni, ezt a képet, de az biztos, hogy az a politikai irányvonal, amit ma az Európai Unió visz, és amely politikai irányvonalhoz mondjuk például a magyar kormányzó pártok párt családja is kezd csatlakozni, ez jelen pillanatban szembe megy a Fidesz-KDNP szavazótáborának a politikai ízlésével, szándékaival és akaratával. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy Magyarország uniós tagsága ma még, és valószínűleg ez a közeljövőben is így fog maradni, egész egyszerűen nemzeti érdek. És megint kétszer szeretném aláhúzni, hogy nem elsősorban, vagy nem csupán anyagi vagy gazdasági okokból, hanem a nemzet egésze szempontjából, lévén, hogy az Európai Unión belül ma Magyarországnak van a legnagyobb határon túli kisebbsége. És azért azt nem kell különösebb fantázia, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy ha mi kilépnénk az Unióból, akkor az Unióban maradó azon országok, ahol magyar kisebbség él, hogyan reagálnának erre, és hogy ez micsoda iszonyatos csapás lenne a határon túli magyaroknak, mint Szlovákiában, mint különösképpen, mondjuk például Romániában. Tehát, amikor azt mondom, hogy nemzeti érdek a bennmaradásunk, akkor én elsősorban erre gondolok. Könnyeket is csalt a nevelők, pedagógusok, szülők, meghívott vendégek némelyikének szemébe a bonyhádi értelmi fogyatékkal élők, s olykor mozgássérültséggel is sújtott embertársaink több műfajt is átfogó, ötletes, tartalmas, közös farsangi műsora. Az értelmi fejlődésükben akadályozottak Tolna megyei szervezetének vezetője elárulta, minden mögött az itteni nevelők, képességfejlesztők a hétköznapokon is jellemző szeretettől átitatott, megyei szinten példaértékű munkája húzódik meg. Nagyon is átjött a bonyhádi értelmi fogyatékkal élők farsangi műsora, ami bizonyos szituációkban fájdalmasan szépsége okán olykor könnyeket is csalt a nézőközönség a vendégek némelyikének szemébe. Ők, a bentlakók, közösen bő egy hónapja készültek erre a fellépésre. Belülről fakadó vidámságot sugároztak mind a 14-en, és leírhatatlan boldogság volt az arcokon, amikor jött a közönség vastapsa egy-egy produkció végén. Az is átjött, hogy ők, mint a házban élők, mint egy igazi nagy család élhetik meg a mindennapjaikat, több mint sorstársaik egymásnak, inkább baráti, rokoni szeretet köti össze mindannyiukat. Nincs generációs űr a 14 éves és a 36 éves között. A szereplés lehetősége feldobta őket, bennük rejlő pozitív energiákat felszínre hozva. Bizony jó ötlet volt 13 évvel ezelőtt nem egy szürke, kórházszerű intézménybe vagy épületbe terelni az önálló életvitelre alkalmatlan, értelmi fogyatékkal élő és sokszor mozgáskorlátozottsággal is sújtott bonyhádi, illetve környékbeli zömében fiatalokat, hanem egy nagy családi házban otthonos körülmények között elhelyezni őket. Oly módon, hogy családtagjaitól sem szakadtak el ezek az emberek.
Bonyhád például szolgál megyei szinten bármelyik ilyen intézménynek, hangsúlyozta az értelmi fejlődésükben akadályozott a közhasznú szervezetének megyei elnöke, aki nagyon nagyra értékeli azt az empatikus képző és nevelő munkát, ami a hétköznapokon is zajlik az intézmény falain belül. Az intézményvezető személyisége át- és beleérző képessége, lelkisége, a bonyhádi intézmény sikeres működésének záloga, hallottuk a komoly tapasztalatokkal rendelkező szakembertől. A szülők megnyerése, bevonása a közös munkában az ő visszahúzódó magatartásuk miatt nem egyszerű feladat. Van, ahol sikerül, van, ahol nem. Bonyhádon úgy tűnik, működik a dolog. Az elhangzott gratulációkból bőségesen jutott az intézmény működtető Együtt Egymásért Alapítványnak, és persze a bonyhádi önkormányzatnak is, amely még 2007-ben kiemelten foglalkozott az értelmi fogyatékkal élők helyzetével, elhelyezésével. Visszatérve még egy gondolat erejéig az intézmény lakóinak Farsangjára, miért ne lehetne szabadtéren nagy közönség elé kivinni belátható időn belül ezt a produkciót. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!